Folytatjuk már is a mai témát, és azt ígértem néhány perccel ezelőtt, hogy azzal a témával megyünk tovább, hogy megjelent egy rendelet, egész konkrétan a Magyar Közlönyben arról szól, hogy a kormány különleges helyzetekre kidolgozott úgymond védelmi és gazdasági mozgósítási tervet. Hogy ez mit is jelent pontosan, ezt mindjárt megbeszéljük. Egy lokális háborúból világháború legyen. Ennek a valószínűsége napról napra nő. Erről Orbán Viktor beszélt múlt pénteki rádióinterjújában, ahol arra is kitért, hogy a nyugati világ vezetői szerinte háborús lázban égnek. A kormány egy új védelmi és gazdasági mozgósítási tervvel állt elő. Az erről szóló rendelet szabályozása kitér a háborús helyzetben történő társadalmi feladatmegosztásra, a védelmi ipar felkészülési kötelezettségeire és a civil lakosság ellátására is. A rendelet előírja, hogy a kormány háborús veszélyhelyzetben mozgósíthatja a gazdaságot, azaz a gazdasági szereplőknek biztosítaniuk kell a lakossági, katonai ellátási feladatokhoz az anyagi erőforrásokat. A rendelet tartalékkészletek létrehozását is elrendeli. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium híradónknak azt írta, világháború fenyeget, a nyugati fegyverszállítások egy helyi háborút globális konfliktussá szélesítenek. Magyarország békét szeretne, de az országot meg kell védeni. A rendelet ezt a célt szolgálja. Na hát akkor kezdjük innen, hogy tényleg ezt a célt szolgálja ez a rendelet. Ugye itt azt hangzott el, meg arról beszéltek korábban Orbán Viktor is, hogy világháború fenyeget, és egyre közelebb kerülünk ehhez a helyzethez, és ennek ezért volt szükség erre a rendeletre. Egyetértenek ezzel? Én azt gondolom, hogy ezt egy kicsit úgy lehet tisztába tenni, hogy itt megint egy ilyen furcsa kettős beszédet látunk, mintha ilyenfajta rendeletek nem lettek volna soha. Amióta egyébként Magyarország működik, ilyen védelmi intézkedések mindig is léteztek. Tehát egyszerűen ez egy kötelezettség, amit minden kormány elvégzett más-más módon, tehát nagyon-nagyon sok esetben csak annyi történt, hogy leporolták ezeket az intézkedéseket. Egyébként a rendszerváltás után volt az első komolyabb csomag, amikor egyszerűen a Varsói Szerződés megszűnt, és egy teljes egészen más biztonságpolitikai helyzetbe került Magyarország, és ez hosszú évtizedig tulajdonképpen működött. És ugyanezen pontokról szólt az a rendelet, szabályozta azt, hogy milyen védelmi ágazatokban, milyen intézkedésekre van szükség, mit kell a lakosságnak tenni. Tehát, hogy ilyen szempontból az, amit most hallunk, hogy ez egy vadonatúj valami, és ilyen nem létezett, ez egyszerűen tényszerűen nem igaz. Én azt gondolom, hogy nem leporolták, hanem a helyzethez igazították, és nyilvánvalóan egy olyan fajta kommunikációs helyzetet láthatunk, amiben, és nagyon érdekes volt a bejátszásban, hogy lehetett látni, szinte szó szerint idézték a minisztérium sajtószóvivője vagy sajtószolgálata a miniszterelnök úr kommunikációját, tehát ugyanúgy elhangzott az a panel, hogy világháború felé sodródunk. Tehát van egy olyan fajta kommunikációs üzenet, amit napi szinten súlykolnak a magyar társadalom felé, és ebbe a kommunikációs üzenetbe csomagolódott be ez az intézkedés csomag. Én azt gondolom, hogy Magyarország helyes, hogyha ilyen intézkedéseket átnéz egy háborús helyzetben, hiszen a szomszédunkban tényleg egy háború dúl, de az, hogy ebből egy ilyen furcsa logikai bukfencer rögtön átugorjunk egy harmadik világháborúba, ez valamilyen szinten én azt hiszem. Ugye a rendeletben egyébként megvannak azok a helyzetek, hogy milyen körülmények között érvényes ez a szabályozás, ugye ágazati üzemzavar, válsághelyzet, katasztrófa vagy annak veszélye, államhatár rendjét, annak megóvását érintő súlyos esemény, állam működés folytonosságát sértő, veszélyeztető súlyos esemény. Ugye itt beszéltünk arról, hogy nyilván voltak korábban is ilyen jellegű rendeletek, akkor ez most tényleg ebbe a kommunikációs stratégiába illik bele esetleg, amit a kormány ugye folyton hangsúlyoz, hogy békét szeretne, de hát annyira nagy már a veszély, hogy akár világháború is lehet. Ha a kormány békét szeretne, akkor a békét szolgáló lépéseket kéne tennie. Ilyeneket nem tesz. Gondosan távol tartja magát. Amit tesz, az pedig, hát ahogy az előbb is elhangzott, az meglehetősen ilyen PR szagú dolog. Eddig is megvolt a lehetőség. Egyébként rendeleti kormányzás van, tehát ne tévedjünk, tehát nincs szükség a parlamentre, nem kell törvényt alkotni, azt sem, amit akarnak. Tehát az, hogy most elővették a cilinderből ezt a nyulat, ez csak arra utal, hogy fogynak ki az érvekből. A világháborús veszély egyébként valós, tehát ez előfordulhat,
ez előfordulhat, és hát ugye ma is... Mármint az, hogy eszkalálódik a helyzet, hát igen, és akár világháború. Ma is a Fekete-tenger fölött ugye az oroszok hát nem lelőttek, hanem megsemmisítettek egy amerikai felderítő drónt, ami azért nem szokás a két ország között. Tehát mindig vannak olyan események, amivel mindig egyel kicsit tovább megy a dolog, amikor időnként átlőnek az oroszok a Fekete-tengerről Moldova fölött Ukrajna a déli részébe, az se éppen a nemzetközi szerződések alapján van. Tehát igen, van veszély, van háborús veszély, de ebben az esetben ugye Magyarországnak egyetlen védelme van a NATO-tagságunk. Nyilvánvaló módon ez szolgálja a magyar biztonságot, tehát minden erőt arra kéne összpontosítani, hogy ez a szervezet minél egységesebb és minél erősebb legyen. Speciál Finnországgal és Svédországgal már erősebb lenne, de Magyarország ezt halogatja, hogy az előbb erről beszélt. Tehát akkor ez egy ilyen PR akciónak is illetve, és mondjuk ezek a fogalmak, hogy gazdaságmozgósítás, gazdaságfelkészítési terv, meg ilyesmi. Én bevallom őszintén, meg akartam várni az urak véleményét, mert nekem erről más a véleményem. Már abban az értelemben, hogy szerintem itt egy kommunikációs hadművelet zajlik a Fidesz részéről, riogatják a magyar embereket, és ez a riogatáshoz teremtenek különböző alkalmakat, hogy különböző műsorokban ezzel foglalkozunk, ami mind ugyanoda mutat, jön a világháború. Ha jön a világháború, akkor össze kell zárni, ugye? Akkor védekeznünk kell, akkor össze kell fognunk, akkor nem lehet a kormányt csesztetni mindenféle hülyeséggel, hogy mit lopnak, meg mit nem lomnak, meg miért vesznek Vodafont, meg milyen korrupciós ügyek vannak. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy jól megtervezett, jól átgondolt kommunikációs offenzív, ami arról szól, hogy hogyan lehet a magyar embereket megijeszteni, amúgy is az emberekben békevágy van, tehát valószínűleg, ha megkérdezzük az embereket, hogy ki akar békét emberek, akkor 10-ből 11-en akarnak békét Magyarországon, én is ezek közé tartozom, meg az urak is egészen biztosan. Tehát most úgy látom, hogy bajban van valamiért a Fidesz kormány, ezért megpróbálják a saját szavazótáborukat és azon túli szavazókat is ezáltal becsábítani. Működött ez egyszer már a választások idején, amikor ugye Márki-Zay Péter mondata, hogy félremagyarázták, nem magyarázták félre, minden az jött ki belőle, hogy mi küldenénk fegyvereket, már mint ellenzék, a Fidesz pedig nem akarunk belesodródni ebbe a háborúba. Igaz, minden döntés megszavazott a magyar miniszterelnök a NATO-ba is, meg az EU-ba is. Tehát én azt gondolom, hogy ez erről szól ez a mostani történet, és ettől még igaz, amit a Gábor is, meg a Péter is, amit mondott, hogy persze mindig van veszélye, hogy egy háború eszkalálódik, akár véletlenek okán, vagy más módon, de én úgy látom, hogy azért erre kínosan ügyelnek az oroszok is, meg a NATO is, hogy nagyon-nagyon élesen szétválasztják a valóban veszélyes helyzetek esetén a kommunikációt. Gondoljanak bele, amikor egy ukrán rakéta átment Lengyelországba, és rögtön elterjedt a sajtó, hogy az oroszok oda lőttek. És az Amerikai Egyesült Államok elnöke volt az első, aki azt mondta, hogy nem, ez egy láttuk, tudjuk, ez egy ukrán légvédelmi rakéta volt, ami véletlenül átrepült Lengyelországba. És második részről, ha már biztonságpolitika, akkor valószínűleg nem Magyarország lenne az első cél, ahol bármilyen provokáció történne, hiszen Magyarország teljesen más politikát visz. Tehát amire bennünket egy ne adj Isten ilyen veszélyhelyzetben elérhetnének ennek a hatásai, azok nagyon-nagyon távoliak. Tehát ezért én ma inkább azt mondanám, hogy ez egy, ha így fogalmazott, akkor ezt mondanám, hogy ez egy PR offenzíva, ami a magyar lakosság riogatásáról szól, hogy a Fidesz üzenete még erősebben üssön és üljön az biztos, az emberek hogyha fejében. Már üzenetről beszélünk, meg kommunikációról, a kormány tagjai részéről az, hogy békére van szükség, ez sokszor és sokféle módon és formában elmondják. Szijjártó Péter is ezt nagyon-nagyon sokszor hangsúlyozza. 25. órában vagyunk ahhoz, hogy megakadályozzuk, hogy ma háború is világháborúvá váljon. Ennek a háborúnak az eszkalációs veszélye is Európát sújtja, mert egy háború eszkalálódik, akkor az nem több ezer kilométerre eszkalálódik, nem az óceán túloldán, hanem a szomszédságban teszi meg azt. Ebben a háborúban a besorozott kárpátaljai magyarok közül többen is meghaltak a fronton. Minket senki ne oktasson ki támogatásból vagy elkötelezettségből. Mi, magyarok, nem vagyunk felelősek a szomszédságban kitört háborúért. Ez nem a mi háborunk. Ez a háború csak szenvedést hoz. Ennek a háborúnak nincsenek, nem lehetnek győztesei. Teljesen egyértelmű, hogy mi, vagy mi lenne a nemzetközi közösség feladata. Ez pedig az ember életek mentése. Emberéleteket tehát nem fegyverszállításokkal, nem szankciókkal, hanem békével lehet menteni. A békéhez tűzszünetre és béke tárgyalásokra van szükség.
Hát igen, valóban erre lenne szükség, és ugye mindig fölteszik a kérdés, hogy oké, hogy békére lenne szükség, de hogyan kellene, vagy hogyan lehetne. Egyáltalán van-e bármilyen esély, akár fegyverszünetre, akár békére. És tegnap a honvédelmi miniszter Szalai Bobrovnicki Kristóf adott egy interjút az Indexnek. Nem tudom, hogy látták-e, vagy olvasták-e, és ott rákérdeztek erre is, hogy hogyan lehetne a békét megvalósítani, hogy például elfogadható lenne a magyar kormánynak, hogy mondjuk úgy, hogy ugye orosz csapatok maradjanak esetleg Ukrajnában. És erre azt mondta, hogy a cél az, hogy Oroszország ne jelentsen fenyegetést Európára is, legyen Oroszország és Magyarország között kellően széles és mély terület egy szuverén Ukrajna. Ezt tegyük már helyre, hogy ha már a békéről volt szó, hogy ez mennyire reális, és ez azt látni esetleg a kormány részéről, hogy ebbe az irányba mozdulhat el a kommunikáció, hogy maradjon oké, hogy maradhatnak esetleg orosz csapatok Ukrajna területén, vagy ez egy egyedi eset? Én egy kicsit más oldalról közelítenék, tehát én azt gondolom, hogy ott meseszerű az, amit a kormányzat kommunikál, hogy a tények arról szólnak, hogy Oroszország egy támadást indított, és Ukrajna pedig védekezik. Tehát ugye ez az alaphelyzet tavaly február 24-e óta, illetve 2014 óta zajlik ez a konfliktus. Egyik fél sem akarja ezt a konfliktust befejezni. Tehát mind Ukrajna, mind Oroszország konkrét célokat fogalmazott meg. Ukrajna azt a célt fogalmazta meg, hogy az oroszokat ki kell verni. Erővel, diplomáciával, teljesen mindegy, de Oroszország hagyja el Ukrajnát. Ukrajna területi szuverenitását nem most, sok-sok évtizeddel ezelőtt Oroszország is elfogadta, és ezt megsértette. Innentől kezdve ez egy alapkérdés, egy alapfelvetés, hogy Ukrajna nem tud semmi mást elfogadni. Tehát az, amikor mi itt Budapesten beszélünk arról, hogy Ukrajnának az lenne jó, hogy, és itt ugrok vissza erre a felvetésre, hogy fogadja már el, pont ma volt azt hiszem a Kremlnek egy kommunikációja, amikor annyit mondtak, hogy ha Luhansk, Donetszk és Herszon térsége, illetve a Krím maradhat, akkor talán elkezdenének valamiről beszélgetni. De hát Ukrajna világosan elmondta, hogy nem, hiszen ezek a területek Ukrajnához tartoznak. Oroszország oldaláról pedig hát hol náciatlanítást hallunk ugye Putyin elnök szájából, hol pedig azokat a katonai célokat kívánják, vagy politikai célokat, vagy egyszerre mind a kettőt ugye ezt kommunikálják elérni, amit egyébként több mint egy éve mondanak. Tehát én ezért mondom azt, hogy tűzszünetről, békéről mindaddig beszélni, amíg egyik fél sem akarja ezt, szerintem ez egy vágyálom. A másik oldalról pedig azt kell megértenünk, hogy egy háborús helyzetben és egy ilyenfajta katonai mozgósításban, támadó hadműveletekben azt mondani egy támadó félnek, itt Oroszországról beszélek, hogy ezt azonnal fejezze be, és egy tűzszünettel adott esetben adjon lehetőséget nyugati fegyverszállítmányok megérkezésére Ukrajnába. Vagy Ukrajna mondja azt, hogy persze legyen tűzszünet, és adjunk időt, és abban a 6 hónapban egy ismételt mozgósítással Oroszország újabb 100 000, vagy 200 000, vagy 300 000 katonát tud Ukrajna területére mozgósítani. Hát egyik fél se bolond. Tehát, hogy ez megint egy olyan hadtudományi, logikai bukfenc, amit nem fog egyik fél sem elkövetni. Tehát itt, amiről Budapesten beszélünk, ez egy vágyálom, és harmadrészt pedig ezt is tegyük tisztába, amikor arról beszél a magyar kormányzat, hogy a Vatikán, illetve Magyarország a két olyan pólus, amelyik békét akar, ez tényszerűen nem igaz. Tehát néhány héttel ezelőtt, másfél hete vagy két hete, ugye az ENSZ-ben is egy nagyon komoly okmányt fogadtak el, vagy egy döntést, egy közös nyilatkozatot fogadtak el a tekintetben rengeteg ország, hogy ez egy borzasztó háború és békére lenne szükség. Tehát nem csak Magyarország és nem csak a Vatikán akar békét, mindenki békét akar. Pedig egyelőre úgy látszik a háborús helyzetből legalábbis, hogy hát béke egészen biztos a közeljövőben nem lesz, mert hogy a háború egyre súlyosabb és egyre súlyosabban folytatódik. Bőven akadt dolga az ukrán mentőknek, miután orosz rakétatámadás ért egy lakónegyedet Kramatorszkban. A becsapódás következtében egy ember meghalt, és többen megsérültek a kelet-ukrajnai településen. Bár a fontos pontnak tartott Bakhmutban továbbra sem történt komoly előrelépés, az ukrán hatóságok közlése szerint katonáik visszaverték az orosz támadókat. Csak harcosaink és az Oroszországra helyezett globális nyomás képes Ukrajna és Európa szabadságát biztosítani, mondta Volodymyr Zelenszky, majd hozzátette, hogy az Ukrajna keleti területein folytatott harcok sorsdöntőek az ország jövőjére nézve.
Ez alatt Mateusz Morawiecki arról beszélt, hogy Lengyelország akár 4 héten belül még 29-es szovjet típusú vadászrepülőgépeket szállíthat Ukrajnába. Bár Varsó leszögezte, hogy több ország koalíciójában küldené a gépeket, a szövetséges nyugati országok eddig elutasították a hasonló eszközök Ukrajnába szállítását. Eközben Oroszország beleegyezett a Fekete-tengeri gabona export megállapodás meghosszabbításába, amely még júliusban jött létre Moszkva és Kijev között. A Törökország és az ENSZ által közvetített egyezményt a Kreml 60 nappal tolná ki, míg Ukrajna szerint a megállapodást 120 nappal lehetne meghosszabbítani. Hát ezekből a hírekből tényleg nem úgy tűnik, hogy a közeljövőben esetleg fegyverszünet vagy akár béke lenne. Az orosz védelmi miniszter elrendelt egyébként, hogy precíziós fegyverek gyártásának a megduplázását. Ugye hallottuk azt is, hogy a lengyelektől esetleg vadászgépek érkeznek majd, tehát úgy tűnik, hogy egyre inkább fokozódik, és tényleg egyre több fegyver lesz. Mennyire fokozódhat még, hova fokozódhat a helyzet? Nagy támadások lesznek tavasszal, hogy az időjárás ezt megengedi, a lengyeleken kívül egyébként Szlovákia is felajánlott még 29-eseket. Tehát több országban, amelyik csak a jelre vár, hogy szabad, és akkor adná ezeket a vadászgépeket. Ez mennyire hoz változást, vagy hozhat változást a háború mentében? Nem nagyon. Tehát az ukrán légierő eddig is tudott bizonyos korlátozott csapásokat végezni. Korlátozott aktivitása eddig is megvolt az ukrán légierőnek. Ez a kapacitásuk a néhány tucat MiG-29-estől nem változna. MiG-29-es már nagyon régi repülőgép, az oroszoknak is jobban, és az ukránoknak is nagyon nehéz az orosz légvédelem védelmi zónájába berepülni. Egyébként az oroszoknak is nagyon nehéz az ukrán légvédelem fölé berepülni, úgyhogy érdekes háború, senki nem gondolt, hogy a légierők nagyjából passzivitásra vannak károsztatva mind a két oldalon. Leszámítva persze a cirkáló rakétákat és az egyéb rakétafegyvereket, de az egy másik történet. Szóval ez önmagában nem, de ezek a kis lépések mindig, ugye nem adunk tankot, aztán adunk tankot. Nem adunk nehéz fegyverzetet, páncélozott harcjárműveket, aztán adunk nem keveset, egyébként elég sokat adtak az amerikaiak is és mások is. Tehát az ukrán hadsereg egyre jobban fölkészül egy nagy tavaszi-nyári támadásra. A kérdés az egyébként, hogy lesz-e elég katonájuk, de az oroszoknál is ugyanez a helyzet, hogy lesz-e elég katonájuk a további hadműveletekhez. Mondjuk, ha a fegyvereket nézzük, hogy tényleg hogyan alakul, ugye a kormányzat is, meg Orbán Viktor is sokszor ezt mondja, hogy tényleg, ugye korábban még csak, ugye sokszor el szoktam mondani, hogy korábban csak sisakokat biztosítottak, aztán utána most meg már itt tartunk a vadászgépeknél, hogy ennek akkor lehet jelentősége, ha nem is a harci események szempontjából, de abból a szempontból, hogy miket küldenek a nyugati országok. Hát korábban se sisakokat biztosítottak, ez egy ilyen butaság, már bocsánat, így mondom, tehát ez egy rossz politikai német nyilatkozatból fakadt ez, tehát sosem erről volt szó, de most ezt egy pillanatra félretenném. Én azért még egy perce visszagornék a Szijjártó miniszter úrnak a parlamenti hozzászólásához, meg a honvédelmi miniszterhez. Én mindig arról vagyok kíváncsi ilyenkor, hogy értem ezt a fölvezetést, de mik azok a konkrét lépések, amiket ők tettek annak érdekébe, hogy ez a béke vagy tűzszünet valamilyen formában előálljon. Hogy teszem föl, a magyar külügyminiszter diplomáciai offenzívába kezdette, utasította a nagyköveteit, hogy menjenek be a külügyminisztériumokba, és kezdjenek erről valamilyen fajta konzultációt, ahogy utazgat a világban, ugye, ahogy mondták, többet van a levegőben, mint a Földön, hogy akkor olyan célállomásokra megye, ahol ezeket el lehet érni, vagy amikor Belorussziába megy és tárgyal, akkor ott beszél-e arról konkrétan, hogy mit kellene ehhez tenni. Tehát amíg ez nincs meg, addig ez egy ilyen üres beszéd, ami politikai kommunikációs célokat szolgál, semmi más. De arra ütőképes egyébként. A honvédelmi miniszter azt mondta, hogy a béketárgyalások már nem a mi kompetenciánk. De ehhez képest felosztja Ukrajnát, tehát értem én, tehát a béketárgyalás nem, de ha maradnak az oroszok és elviszik azt a négy területet, akkor szerint ez rendben van. Tehát ez butaság. Szóval aki egy picit ehhez ért, és nem csak felületesen hallgatja ezeket a híreket, hogy béke, 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 én is békét szeretnék. Tehát mert azt is hallottam már, hogy a baloldali politikusok sosem mondják azt, hogy békét szeretnének, de hogy nem, azt szeretnénk. Tarjányi Péter is és Horváth Gábor is békét szeretne, ön is azt szeretne, tehát ezt akkor erősítsünk meg még egyszer. Csak vannak olyan szakmai, politikai és egyszer fizikai problémák, amik miatt
ennek sajnos most nagyon kicsi esélye van, és ezt világosan elmondta Péter, mint szakértő. Tehát ezért én mindig próbálom fölhívni a figyelmet arra, amikor lehetőségünk van rá, hogy ez egy buborék, amit fúj a Fidesz, vagy egy lufi, ami sajnos hatékony. Tehát én látom az emberek között az az orosz propaganda, amit terjed, olyan kérdéseket tesznek föl nekem az emberek az utcán, telefonon, e-mailben, a Facebookon, amiket a Fidesz sugall. Tehát egyszer az, hogy Magyarországon már 50-50% az, hogy ki a hibás, úgymond a háború, hát régen nem így volt. Tehát azért rendkívül veszélyes propaganda, amit a Fidesz az oroszok érdekében végrehajt Magyarországon, és ez ellen tennünk kellene, mert ez hazugság, amit ők terjesztenek a magyar társadalomban. Picit akkor visszatérve a harci helyzetre, ugye Bakhmutot szokták emlegetni, mint az egyik hely, ahol most nagyon súlyos harcok folynak, utcai harcok is folynak egyébként, és nagyon-nagyon sok áldozat van. Közben látják a nézők azt, hogy hogyan alakult, hogyan változott a frontvonal egyébként ebben a régióban, ezen a környéken, és hát azt minden esetre látjuk, hogy Oroszország és Ukrajna is hát nagyon komoly politikai súlyt, jelentőséget tulajdonít ennek a helynek, hogy sikerül-e ugye bevenniük vagy sem. Önök hogy látják, hogy ha itt változásába, mármint Bakhmut vonatkozásában is sikerül ezt bevenniük, akkor ez jelenthet, vagy hoz bármilyen változást a háború menetében, vagy mi ennek a városnak akkor a jelentőség ebből a szempontból, nagyon mert érdekes, hogy ez nagyon komoly. Nagyon érdekes a térkép, ahogy változik ugye gyorsított felvételben. Bakhmut ott van egyébként a 2014-es fronttól kb. 20 kilométerre. Tehát ez az óriási nagy előrenyomulás az egy év alatt, és mondjuk az elmúlt 6 hónapban, az néhány kilométer, tehát messze nem arról van szó, hogy az oroszok óriási területeket foglaltak volna ott a környéken. Bakhmut egy szolnok nagyságú város, különösebb jelentősége nincsen, nincs nehéz ipar benne, és nincs olyan objektum, ami fontos lenne katonai szempontból. Viszont mind a két fél óriási energiákat ölt már bele. Igen, ezért kérdezem, hogy akkor mi a városnak ilyen szempontból a jelentőség? Kommunikáció. Az oroszoknak kell egy győzelem, mert most már tavaly július óta nem nyertek semmit. Azért vasasdrukker vagyok, mi sem nyerünk soha, de azért megviseli a szurkolókat. Tehát az orosz nép is ki van éhezve valamilyen jó hírre. Az ukránok pedig azt mondják, hogy ott kell kitartani egy városi környezetben, ahol egy az öthöz, vagy akár egy az héthez a vesztesége a támadó félnek. Ott kell őket fölőrölni minél jobban, addig, amíg fölállnak azok a dandárok, azok a gépesített lövész dandárok a nyugati harckocsikkal és szállító harcjárművekkel, amelyek majd meg tudják törni az orosz ellenállást különböző helyeken. Tehát mind a két félnek megvannak a katonai elképzelése erről, hogy miért csinálják, de az oroszoknak óriási veszteségeik voltak az elmúlt hónapokban. És ugye az előbb már emlegettük a Wagner csoportot, és ugye most éppen lehetett olvasni, hogy hát ott is jelen vannak, és be is törtek egyébként Bakhmutnak az északi részében található egy iparnegyedbe, és hogy tulajdonképpen már ilyen utcai hát harcok folynak a városban, és ugye arról is volt szó, hogy nem kapnak elég lőszert, hogy nincs megfelelő felszerelésük, és hogy nagyon komoly ellentét van a Putyin és a Wagner csoport vezetője között. Ez mennyiben, hát hogy mondjam, változtathat a háború menetén bármit is, arról nem is beszélve, hogy ugye hát róla azt lehet tudni, hogy hát eddig nagyon komolyan támogatta Putyint, minden tervét, minden elképzelését, és most úgy tűnik, hogy tényleg esetleg konfrontatív lehet közöttük a viszony, vagy ez is kommunikáció, akkor így kérdezem. Én azt látom, hogy bizonyos hírekhez kapcsolódóan a nyugati médiában van egyfajta vágyelvű gondolkodás. A vágyelvű gondolkodás kiterjed arra, hogy nagyon-nagyon jó lenne, hogyha azokat a repedéseket, amelyek egyébként léteznek az orosz társadalomban, vagy az orosz vezetői rétegben, azt ki lehetne szélesíteni, és azt lehetne mondani, hogy lám-lám, most nagyon sarkosan fogalmazó, szinte megvan Putyin kihívója, hiszen voltak olyan hírek, hogy elnöknek indul, de hát ugye nem Oroszországban, hanem Ukrajnában, tehát ugye Prigozsin, a Wagner csoport vezetője rögtön helyesbített, de emögé lát a nyugati média gyakran olyat, ami ilyen mikro szinten sem létezik. Az, hogy Putyin elnöknek legyen valamilyen ellenlábasa, hát láthattuk Navalnyi kapcsán, tehát aki valamilyen fajta ellenzéki hangot próbált megütni, az vagy Novicsokkal, vagy valamilyen fajta erkéről, ablakból,
balesetben kiesést szenvedett, és öngyilkos lett, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez egy abszolút olyan bevett módszer Oroszországban, hogy ezeket a feljövő embereket már csírájukban adott esetben elfojtják. Az, hogy a katonai vezetéssel van a Wagner csoportnak összeütközése, ez biztos, hogy igaz. Mert hogy a Wagner csoport vezetője azt próbálja bizonyítani, hogy a reguláris orosz haderő vezetése alkalmatlan erre a háborúra. És ebben egyébként van adott esetben igazsága. Tehát, és nyilván ez az orosz katonai vezetésnek nem tetszik, és ez ténylegesen egyfajta óvodás harc, amiben rengeteg ember sajnos meghal, mind a Wagner csoport, mind pedig az orosz reguláris erők oldaláról, ami egyébként a tábornokokat és a Wagner csoport vezetőjét nem érdekli. Ez a fajta hatalmi harc abszolút jelen van, de az, hogy ő bármit is tenne Putyin ellenében, szerintem ő ennél sokkal-sokkal okosabb ember. Mondjuk az a kritika, ugye azt is sokszor elmondta, hogy nincs elegendő lőszer, és hogy ez problémát, súlyos problémát okozhat a háború menetében, és készítettünk, vagy mutatunk már is önöknek egy felvételt, a NASA-nak a műhold felvételeit látják, és itt azt lehet ezekről a felvételekről látni, meg hát több nyugati jelentés is született egyébként arról, hogy mennyivel kevesebb az orosz, mennyivel kevesebb lőszer van, és ugye itt látják itt 2022. május, június és 2023. január, február elég jelentős a különbség. Egyébként ez egy olyan műhold alapján készült térkép, amely nagy tűzeseteket, robbantásokat detektálja, és ez alapján vonták le ezt a következtetést, és ugye orosz forrásokból is lehetett egyébként erről hallani, hogy ez nagyon-nagyon komoly problémát okoz, meg a Wagner csoport vezetője részéről is, úgyhogy ezek eléggé beszédesek ezek a térképek. Az elmúlt 30 évben egyik fél sem készült nagyszabású szárazföldi háborúra. Nem Ukrajnára gondolok, hanem a nyugatra, azok se készültek, és Oroszország sem készült. Azok a lőszerkészletek, amiket a Szovjetunió idején fölhalmoztak, azok részben lejártak, részben elpufogtatták őket a háború első néhány hónapjában, de ugyanez a probléma az ukránoknál is megvan, ők átállnak egy nyugati űrméretre, ahhoz nyugati lőszerkel. Az amerikaiak kénytelenek Izraelből és Dél-Koreából a saját raktáraikból szállítani lőszert, mert nekik sincs elég. Senki nem gondolta azt, hogy ilyen hatalmas mennyiségre lesz szükség, hogy ilyen hosszú szárazföldi háborúra, ekkora nagy tüzérségi erőkre bevetésével. Tehát ez mind a két felet meglepte, és ahogy elhangzott, az oroszok is ugye bevezetik a hadigazdaságot, és egyre inkább átállnak egy háborús üzemmódra, de ugyanez érvényes a nyugati országokra, és ugye rengeteg határozat született az Európai Unióban. Holnap megint lesz egy Ramsteini konferencia, ezúttal azt hiszem Zoomon. Tehát mindenki fölpörgeti a termelését, a dolog nagyon költséges, az tény. Az is érdekes egyébként, hogy az orosz GDP-be beleszámít minden tank, meg ágyú, meg lőszer, amit legyártanak, aztán másnap az már nincsen, mert megsemmisül a harctéren, de a GDP-ből nem vonják ki, tehát az orosz GDP köszöni szépen viszonylag jól van papíron, valójában ez nem így van. Egyébként ebből a szempontból Zelenszkij elnök többször is kinyilvánított, hogy mennyire súlyos a helyzet. Most például úgy nyilatkozott, hogy keleten a helyzet nagyon kemény, nagyon fájdalmas, ahol a mi jövőnkért, minden ukránt jövőért küzdenek. Hálás vagyok mindenkinek, aki most harcban áll, így fogalmazott. És hát ő ugye nagyon gyakran nyilatkozik, és sokszor mond erős mondatokat. Mindenesetre az biztos, hogy nagyon-nagyon súlyosak ezek a harcok, és mind a két oldalon rengeteg áldozattal jár. De láthatóan mégsem a béke irányába mennek ezek a fejlesztések is a fegyverek irányába. Az, hogy Zelenszkij elnök ezeket a mondatokat mondja a világ számára, ezek is, azért ezek nem úgymond PR mondatok, nyilvánvalóan nem. De ez a dolga neki. Tehát ő neki az a dolga, hogy megszerezze azokat a szükséges eszközöket, amivel a saját hazáját meg tudja védeni, és nagyjából azért az látható, hogy nyugaton az a politikai, a NATO-ban az a politikai döntés megszületett, és kicsit leegyszerűsítve természetesen megdramatizálva, hogy amíg van ukrán katona, amelyik lőni akarja a betolakodó agresszor oroszokat, addig lesz lőszerük, amivel ezt meg tudják tenni. Persze különböző nehézségek árán, de ezt meg fogja oldani a NATO, meg fogja oldani az Egyesült Államok. Tehát azok a fideszes mondatok, hogy itt a nyugat az kifogy pikpakkal lőszerekből, de bezzeg az oroszok, azok örök életbe tudnak lövöldözni, hát ezt látjuk, hogy nem így van. Ez is a vágyvezérelt gondolkodása a fideszes politikusoknak, hogy bárcsak az oroszok tudnának nyerni. Tehát én azt gondolom, hogy Zelenszkij elnök azt teszi, amit kell,
Persze van, amikor a megfogalmazásában esetleg túllő a célon, vagy olyan megfogalmazást tesz, ami esetleg túl offenzívnak tűnik, na de hát ne felejtsük el, hogy egy háborúban levő országgal a honpolgárait halomra lövik a keleti fronton. Tehát én azt gondolom, hogy teljesen jogos, hogy egy ilyen érzelmi állapotban, egy ilyen stressz alatt élő ember, hát nem feltétlenül a diplomácia érzékéről kell adott esetben megítélni, hanem hogy milyen bátran és határozottan teszi a dolgát, amit egy politikai vezetőnek kell. Hát ugye ne felejtsük el, a háború legelején az volt az egyik szenárió, hogy ő elhagyja a Kijevet és elmenekül onnét, és az amerikaiak föl is ajánlották neki, hogy segítenek ebben a menekülésben. Na most ő nem ezt választotta. Valószínűleg egyébként, hogyha ezt választja, akkor az oroszok már rég elfoglalták volna azt, amit szerettek volna. Tehát nagyon érdekes, hogy egy politikai vezetőnek, ha már Sasról beszéltünk, ami leszárt, akkor azért fontos azt hangsúlyozni, hogy igenis van példát adó motivációs erej. Tehát a példának van motivációs és mobilizációs erején, ebben hiszek. Tehát én azt gondolom, hogy Zelenszky elnöknek tisztelet azért, amit tesz, és természetesen hát annál nagyobb tisztelet csak azokat illeti, akik effektíve az életüket áldozzák. Mutatunk egy térképet önöknek is, meg természetesen a nézőknek is arra vonatkozóan, hogy hogyan alakulnak most a frontvonalat, és hogyan változnak. Meg ugye látják a nézők a színek alapján, hogy hogyan változott, és mely terület mit jelent. Ugye Ukrajna jelenlegi területi helyzetét mutatja ez a térkép, és érdemes azért itt a dátumokat is megnézni, hogy mindez hogyan változott, ugye a színekhez látják ott merre rendelve a nézők. Mennyire fognak mozogni ezek a vonalak? Ugye elhangzott itt például Bakhmut kapcsán, hogy azért nem olyan nagy távolságokat sikerült az oroszoknak eddig legalábbis megtenniük. Várható, hogy esetleg itt mozgások lesznek most, hogy jön a tavasz is, hogy felfegyverzés is zajlik? Én azt gondolom, hogy az elkövetkező 3-4 hónap mindkét oldal számára kritikus. Én tavaszi hadjáratként fogalmaztam meg többször a nyilatkozataimban az, amit látni fogunk az elkövetkező időszakban. Nyilván ezt az időjárás abszolút befolyásolja. Mindkét oldal erőt gyűjt. Az, hogy a műhold felvételen az látszott, hogy nincsenek tüzérségi párbajok, ez is azt jelenti egyébként, nem az, hogy a szándék nincs, nincs lőszer sem adott esetben, de ezt pótolni fogják. Tehát én nem láttam még olyan háborút, ahol a lőszer elfogyott volna úgy, hogy a felek ne tudták volna egymást pusztítani. Tehát ezt mind a két oldal meg fogja oldani az elkövetkező időszakban. Mind a két oldal mozgósít, mind a két oldal kiképez, és mind a két oldal fegyverrendszereket telepít a térségbe. Az, hogy milyen erőforrásokat tudnak biztosítani, az már látszódik, hogy az elkövetkező hetekben, hónapokban, ha elindul az offenzíva, az első lépésben Oroszország abszolút támadó pozíciót fog felvenni, és Ukrajna nagyon tudatosan erre a védekező pozícióra készül, és ugyanúgy, mint a tavalyi évben láthattuk, első időszakban védekezik, és a védekezés átcsap egy ellentámadásba. Ez az alapstratégia. Ezt egyébként mind a két fél tudja. És ebben a helyzetben Oroszország próbál bizonyos térségekben olyan döntő erőfölényt elérni, amivel az ukrán vonalakat át lehet törni, és stratégiai mélységbe tudnak előre törni. Ezt úgy szintén tudja Ukrajna. Nagyon komoly az a fajta hírszerzési támogatás, erről sosem beszélünk, vagy nagyon ritkán beszélünk adásban, amit egyébként a nap 24 órájában a NATO, illetve az Egyesült Államok biztosít Ukrajna számára. Ez egy óriási előny. És ennek köszönhetően várható az, hogy ezeket az orosz terveket hamarabb fogja tudni adott esetben Ukrajna, mint sem, hogy ezek a támadások elindulnak, vagy annak a következő lépései, tehát hogy mit akar Oroszország. És ez egy pokoli helyzetet eredményez, óriási veszteségek lesznek, ez biztos. És én azt gondolom, hogy ennek a tavaszi hadjáratnak, nyári hadjáratnak lesz egy olyan következménye, hogy aki ebből a helyzetből jobb pozícióba kerül, tehát győztesen most idézőjelben, az a tárgyalóasztalnál diktálni tud, és elképzelhető az, legalábbis remélem, hogy ez lehet egy olyan lépés, amiben valamilyen fajta tűzszüneti vagy béketárgyalások elindulhatnak. Még egyetlen egy szempontot, és örülök, hogy egy pici idő még marad az adás végén erre, mert úgy emlegettük a migrációt is, a Wagner csoportot is, mert például az olasz kormány most ugye azzal állt elő, hogy a Wagner csoport miatt érkezik egyre több migráns Olaszországba. Az olasz kormány szerint a hírhet orosz zsoldos hadsereg a Wagner csoport miatt érkezik idén jóval több migránsokat szállító hajó Észak-Afrikából Olaszország partjaihoz, mint tavaly. Guido Crosetto védelmi miniszter, Giorgia Meloni szélsőjobboldali olasz testvérek pártjának egyik vezető politikusa azt mondta,
A földközi tengeren érkező migráció exponenciális növekedése a Wagner hibrid harcviselésének része. Szerinte az orosz magánhadsereg ezzel akarja büntetni Olaszországot, amiért támogatja Ukrajnát. Idén már nagyjából 20 ezer migráns érkezett tengeri úton az olasz partokhoz, míg tavaly az év első két hónapjában csak valamivel több mint 6 ezer ember érkezett. Az olasz védelmi miniszter most a NATO segítségét kérte, hogy a katonai szövetség segítsen megbirkózni a migrációs hullámmal. Az olasz kormányt sok kritika érte az elmúlt időben, amiért nem segítenek elég hatékonyan a menedékkérőket szállító olasz vizeken bajba jutott hajóknak, ezért múlt hónapban 79 ember a tengerbe fulladt az ország déli részén. Tényleg csak egy nagyon rövid reakcióra maradt idő, hogy ez mennyire jelenthet zsarolási, úgymond potenciált Oroszország részéről, mert ugye itt a Wagner csoport alatt ezt érthetjük, szóval és ebben a helyzetben. Igen, ezt akartam mondani, hogy az olaszok ezt nem gondolják komolyan, hogy a Wagner csoport saját maga csinál valamit, anélkül, hogy a Kremlben erre utasítást adtak volna, tehát nyugodtan mondhatja. Adhattak utasítást. Nyilvánvaló, hát senki nem gondolhatja, hogy a Prigozsinnak egy olyan hadserege valamik azt csinál, amit akar. Afrikától kezdve egy csomó helyen azt teszik, amit az orosz politika diktál nekik. Egyébként Ukrajnában is azt teszik. Tehát ahogy a Péter mondta, az ellentétek azok nem Prigozsin és Putyin között vannak, a Wagner és a Kreml között, hanem Prigozsin és a védelmi minisztérium fut versenyt, hogy melyik tudja jobban vívni a háborút. Hát ez a végszó már, akkor köszönöm szépen, hogy itt voltak, és elmondták a véleményüket. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, maradjanak továbbra is itt az ATV-vel. Holnap pedig a szokásos időben újra lesz mai téma. Szép estét kívánok, viszontlátásra!